Jó reggelt kívánok 2022. április 29-én, pénteken. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, elérkezünk ennek a hétnek és ennek a hónapnak is az utolsó munka napjához. Köszönjük neked azt, hogy végig velünk voltál. Urunk, bolondos április volt, furcsa időjárással, hol melegünk volt, hol fáztunk. Köszönjük, hogy most már a jó idő kandikálhat, és hogy egyre inkább közeledhetünk a nyárhoz. Urunk, azt is látjuk, hogy közeledik a tanév vége is, és most kell igazából belehúznunk, hogy ha jó jegyeket szeretnénk elérni, és jó eredményeket. Urunk, közeledünk napról napra ahhoz is, hogy te majd visszajössz, mint győztes úr és király, amikor számon kérsz és ítélni fogsz. Kérünk, Urunk, hogy te segíts minket arra, hogy úgy várjunk téged, ahogyan azt te hozzád méltó. Hadd tudjunk most is a te ígédre figyelni, csendesítsd le szívünket, gondolatainkat. Szent Lélek Isten, kérünk, légy közöttünk. Amen. A mai napra rendelt ószövetségi ige szakaszt olvasom. Sámuel második könyve 19. részéből a 16. verstől a 31. verssel bezárólag a következőképpen. Visszaindult tehát a király, és elérkezett a Jordánhoz. A júdaiak pedig Gilgálba érkeztek, hogy elébe menjenek a királynak, és segítsenek a királynak átkelni a Jordánon. A benyámini Sími, Gérá fia is, sietve elment Bahurimból a júdaiakkal együtt Dávid király elé. 1000 benyámini ember volt vele, továbbá Cíbá, Saul házának a szolgája, 15 fiával és 20 szolgájával együtt. Míg a király előtt odaértek a Jordánhoz, átkeltek a gázlón, hogy áthozzák a király egész háza népét, és megtegyék, amit csak jónak lát. Sími, Gérá fia pedig leborult a király előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ezt mondta a királynak: ne rója fel bűnül az én uram, és ne emlékezz arra, hogy milyen bűnt követtem el a te szolgád akkor, amikor eltávozott az én uram királyom Jeruzsálemből. Ne vegye azt szívére a király. Tudja a te szolgád, hogy vétkezett. De látod, én jöttem ma elsőnek, József egész házából, hogy elébe menjek az én uramnak, királyomnak. De megszólalt Abisaj, Ceruja fia, és ezt mondta: hát nem kell Síminek meghalnia azért, hogy szidalmazta az úr felkentjét? Dávid azonban ezt mondta: nem rám és nem rátok tartozik ez, Ceruja fiai. Még kísértésbe visztek ma engem. Miért kellene ma bárkinek is meghalnia Izraelben? Hiszen tudom, hogy én ma lettem ismét Izrael királya. Síminek pedig ezt mondta a király: nem kell meghalnod. Meg is esküdött neki a király. Mefibóset Saul fia is elment a király elé. Nem gondozta a lábát, nem gondozta a szakállát, és nem mosatta a ruháját attól fogva, hogy a király elment, egészen addig, amíg békességben meg nem érkezett. Amikor aztán Jeruzsálemben a király elé érkezett, megkérdezte tőle a király: miért nem jöttél velem, Mefibóset? Ő így felelt: uram királyom, becsapott engem a szolgám, mert én a te szolgád, ezt mondtam. Fölnyergelek egy szamarat, fölülök rá, és úgy megyek a királlyal, mert béna a te szolgád. Ő azonban rágalmazta szolgádat az én uram királyom előtt. De az én uram királyom olyan, mint az Isten angyala. Tégy azért úgy, ahogyan jónak látod. Mert apám egész háza népe nem várhatott mást az én uramtól, királyomtól, mint halált. Te mégis azok közé ültetted szolgádat, akik asztalodnál esznek. Mi jogom volna tehát, hogy még panaszkodjam a királynak? Akkor ezt mondta neki a király: nem is kell többet mondanod. Kijelentem, hogy te és Cíbá osztozni fogtok a mezőn. Mefibóset ezt felelte a királynak: akár az egészet is elveheti, csak hogy az én uram királyom békességben hazajött. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, Dávid király visszatér. Dávid király, mint király, tér vissza. Ez azért fontos, mert előre mutat Dávid fiára, aki úgy ment el, mint feltámadott, mint nem földi király, de úgy fog visszatérni, mint mennyei király hatalommal, ítélni élőket és holtakat.
Az a baj, hogy akkor már hiába csinálunk úgy, mint Simi, hogy amikor majd jön, akkor majd leborulok elé és bocsánatot kérek. Nem. Itt a földi életben kell még rendezni a dolgaimat Istennel, és nem tudom, nem tudhatom, hogy a földi életem meddig tart, illetve hogy az Úr Jézus mikor fog visszajönni. Ezért ne halogasd, minél előbb rendezd a dolgaidat Istennel. Dávid visszatér, és a Jordánhoz elé mennek többen. Emberi tulajdonság az, hogyha valaki elvesztette a hatalmát és visszakapja, akkor jönnek a hódolók, a talpnyalók, azok, akik, mint egy slepp, megpróbálják kiszolgálni. A latin azt mondja, errare humanum est. Tévedni emberi dolog. Erre mondta azt valaki, hogy igen, tévedni emberi dolog, megbocsátani isteni. Tévedni emberi dolog, megbocsátani isteni. Tudunk-e még megbocsájtani? Naponta azt imádkozzuk a mi atyánkban, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Hogy állsz ezzel? Tényleg meg tudsz bocsátani az ellened vétkezőknek? Vagy csak egy megtanult, megszokott szólam, aminek a tartalma igazából nem is fontos már neked? Azt látjuk, hogy Dávid tud megbocsájtani, pedig nem akármi történik. Arcképek vannak előttünk, először Símié. Ő volt az, aki gyalázta a királyt. Ahogy menekül, fáradtan, megalázottan, menekül, mint bukott apa, mint bukott király, mint bukott férfi, és a völgy másik oldalán kiabál, ordítozik rá Sími. Mindenfélének elhordja, kővel haigálja. És ugyanaz az Abisaj, aki akkor azt mondja, hogy uram, oda mehetek és levághatom. Ugyanazt mondja Dávid. Nem rád és nem rám tartozik mindez. Akkor azt mondja, úgy folytatja, ha Isten megengedte neki, akkor okkal teszi, hogy gyaláz engem. Itt most azt mondja, hogy nem kell senkinek meghalnia ezen a napon, mert hogy ma lettem ismét Izrael királya. Tud kegyelmet gyakorolni. Simi tud bűnbánatot tartani, tud bocsánatot kérni, Dávid pedig tud bocsánatot adni. Tévedni emberi dolog, megbocsájtani isteni. Aztán ott van Cíbá, aki fiaival együtt jön, és ő végig kitartott Dávid mellett, hűséges volt hozzá. Ő az, aki, mikor menekül Dávid, akkor élelmet visz neki, támogatja, és ő az, aki berágalmazza a fogyatékkal élő Mefibósetet, mert hogy mozgássérült. És ezért megkapja Mefibóset minden birtokát. Igen, ám csak, hogy amikor a király megérkezik Jeruzsálembe, akkor Mefibóset is ott van, és kiderül, hogy egészen azóta, hogy elment Dávid, így olvassuk, nem gondozta a szakállát, nem gondozta a lábát, nem mosatta a ruháját. Azt mondják, létezik az öntisztulás, meg a rasztahaj, meg ehhez hasonlók, de hogy őszinte legyek, hogyha valaki gondozatlan, ápolatlan, az érződik, talán legkevésbé annak a számára, akiből árad, de az egész környezete érzi, hogy büdös, hogy nem szívesen vannak a közelébe. Én nem tudom Mefibóset, hogy érezte magát, de a király biztos, hogy azonnal észrevette, hogy mi történt. Nem véletlenül dönt úgy, hogy akkor egyrészt a hozzá hűséges Cíbát nem bünteti azzal, hogy mindent elvesztőre, noha rágalmazta Mefibósetet. De mégis helyreállítja, helyrehozza a döntését, tudja felülbírálni a korábbi döntését, és megfelezi közöttük a mezőt, a vagyont, a földet. Tudom-e felülvizsgálni korábbi döntéseimet? Tudom-e kimondani azt, hogy tévedtem? Hibáztam. Bocsánatot adni, bocsánatot előkészíteni. Erre indít ma Isten igéje. Persze van, aki azt mondja, hogy miért kellene bocsánatot kérnem? Vagy bocsánatot adnom inkább, hiszen nincsenek ellenségeim, nincsenek haragosaim már, mindenkinek megbocsátottam. Oké, akkor vegyük sorra egy kicsit. Mi a helyzet a gyermekkori sérelmeiddel? Amit még akkor követtek el ellened, mikor egészen kicsi voltál, megbocsátottál már?
az óvodástársaknak is, akik csúfoltak? Az általános iskolában ért sérelmeket megbocsátottad már? És ami a gimnáziumban volt? A főiskolán? Megbocsátottál már a volt menyasszonyodnak vagy vőlegényednek? Megbocsátottál már a házastársadnak, aki elvált tőled? Meg tudsz bocsájtani a főnöködnek, a beosztottadnak, a munkatársadnak? Meg tudsz bocsájtani annak, akivel összevesztél az örökségen? Ugye, hogy van mit megbocsájtani? Még akkor is, ha már talán soha nem is találkozol velük, de ha a szívedben el van készítve a megbocsátás, te leszel tőle boldogabb. Valaki azt mondta, hogy nem tudsz boldog maradni, ha sértést, haragot, gyűlöletet táplálsz embertársad iránt. Bár külsőleg lehet álcázni, lehet mosolyogni, lehet azt mondani, hogy áldjon meg az Úr, de ez egy örök törvény. Keserű maradsz, ha sértés, harag, gyűlölet van a szívedben. Ezért bocsáss meg, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Az Úr Jézus erre is példát adott. Nem tehetünk mást, mint amit Pintér Béla úgy énekel meg. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te vagy az, aki példát adtál és bocsánatot, igazi, örök, visszavonhatatlan bűnbocsánatot. Bocsáss meg, amikor rágalmaztunk téged, amikor még nem a tiéid voltunk. Bocsáss meg azokat a bűnöket, amelyeket elkövettünk, akár tudatosan, akár nem tudva. Urunk, köszönjük, hogy kegyelmes Isten vagy, és nálad van kegyelem, irgalom, békesség. Kérünk, te adj békét oda, ahol békétlenség vagy háborúság van. Segíts nekünk előkészíteni a megbocsájtást a szívünkben, mindazokkal szemben, akik valaha is megbántottak. Ha oda kerül a sor, add urunk, hogy mi is tudjunk bocsánatot kérni, és bocsánatot adni. Hadd tudjuk őszintén és tiszta szívvel elmondani, hogy ahogyan mi is megbocsájtunk másoknak, úgy kérünk, hogy te is bocsáss meg nekünk. Áld meg, kérünk Istenünk, a hétvégénket is, a mai napunkat is. Segíts, hogy meg tudjuk élni a tőled kapott szeretetet. Az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen. Áldott napot és áldott hétvégét mindenkinek azzal, hogy ne felejtsük el, vasárnap, az édesanyák vasárnapja, adjunk hálát az édesanyákért, és ezúton is köszönjük az ő szeretetüket, és hogy felneveltek bennünket.